A kijelző egység egyetlen központi helyen jeleníti meg a vezetéshez szükséges összes információt. Elsősorban a kilométerórát, a töltöttségi szintjelzőt és az üzemanyag szintjelzőt foglalja magában. Fogyasztásmérő is található a gépkocsiban, amely valós időben jelzi a gépkocsi energiafogyasztását. Az energia visszanyerési fázisban a gépkocsi energiát állít elő. A kék zóna azt jelzi, hogy az akkumulátor tölt. A zöld zóna az ajánlott fogyasztást. A fehér zóna pedig azt jelzi, hogy túl magas a pillanatnyi energiafelhasználás. Üres állásban az energiafogyasztás nulla. Megjelenítheti az elektromos meghajtóegység, a belső égésű motor és a kerekek közötti, a gépkocsi hajtási módja által meghatározott valós idejű energiaáramlást is. A vezetési stílus visszajelzője segít, hogy gazdaságosabban vezethessen. Minél nagyobb a levél, annál rugalmasabban és gazdaságosabban vezet. A fedélzeti számítógép üzeneteket vagy szimbólumokat jelenít meg, ha működési hibákat észlel. Általános szabálynak tekinthető, hogy piros figyelmeztető lámpa megjelenése esetén a lehető leghamarabb félre kell állnia a gépkocsijával. A narancssárga figyelmeztető jelzés azt jelenti, hogy a vezetőnek vagy egy Renault képviseletnek el kell végeznie bizonyos műveleteket. A fedélzeti számítógép az utazással kapcsolatos hasznos információkat gyűjt és jelenít meg. Megmutatja például, hogy mekkora távot tett meg, az átlagos sebességet és fogyasztást, valamint az útvonal alapján a becsült hatótávolságot. Az információk közötti váltáshoz csak nyomja meg röviden ezt a gombot, ahányszor csak szükséges. Az utazási adatokat ezen gomb nyomva tartásával állíthatja alaphelyzetbe. Végül vegye figyelembe, hogy a járműtől függően megjelenítheti a multimédia képernyőjén található információkat, például az iránytűt, a telefonfunkciót, vagy akár a navigációt. A kijelzőtestre szabásához nyomja meg ezt a gombot a kormánykeréken.